2005-ben Egerben jártunk a fiammal, családdal, és a várban íjászat volt, egy íjászverseny zajlott, és ahogy hallottam a nyilvesszőknek a sógását, a becsopuló nyilvesszőket látva, akkor egy olyan összkép fogott el, egy olyan életérzés fogott el, hogy úristen, én már itt harcoltam. És onnantól kezdve, mint amit így egy nyilvessző, mikor belefúródik a céljába, onnantól kezdve azóta mai napig nem raktam le az íjat. Hazamentünk, kiértékeltük, átgondoltuk, átbeszéltük ezt a pillanatképet, amit ott láttunk, és úgy döntött a család, hogy akkor íjakat vásárolunk, és ezt a világot meg akarjuk élni. Ami elsőre nem kell, hogy gyökeres változást jelentsen, csak hogy Mónusék teljesen átszervezték az életüket. Az akkor ezerrel dübörgő mezőgazdasági vállalkozásoknak is búcsút mondtak, és gyakorlatilag feltették az életüket arra, hogy beteljesítsék álmaikat. Gépészüzemérnök voltam, mezőgazdasággal dolgoztam, egy gabonaszárítót építettem, és zöld borsó betakarítással foglalkoztunk. 22 évvel ezelőtt a takarító Miska bácsi 150 ezer forintot keresett, a kombányosok 22 évvel ezelőtt 300 ezer forintért dolgoztak. Én naponta 2 milliót kerestem ezzel az ötborsó betakarítással. Egy olyan világot teremtettem, amiben nagyon jól éreztem magam. Hát ez került a sútba az íjászatért, a szabadságért, azért a világért, amiben boldogan és megelégedetten tudott élni. De küzdeni ugyanúgy küzdött, mint előtte, csak a célok változtak meg. Ha azt mondom, hogy minden nap ezzet lövök, 4 órát reggel, 4 órát este azért, hogy holnap után is legyőzzek mindenkit a világon, magyar zászlóbecsületért, akkor úgy fogalmaznám inkább meg, hogy kétszer annyit készülök arra, hogy legyőzzek mindenkit. Tehát kétszer annyi munkát rakok bele. Én nem így a kezemben születtem, egy idő után jött rám ez az érzés, hogy ez az a terület. Nyilván, hogyha én tudnék a legjobban úszni a világon, akkor úsznék. Ha olimpiai íjászatban tudnék olimpiai bajnokságot nyerni, azért, mert az a zárt világ, ez a fehér ruha, a szabályok, piros lámpa, a sívszó, ez a világ lenne, de nekem a harcosok világa számít. Amikor egy történelmi íjász világbajnokságon, amikor ordítasz egy sikeres nyilvesszőnél, amikor 45 lősz, és a 40-ediknél is eltalad a célt, és akkor szétszakít benned az a tudat, és akkor azt megmutatod az embereknek, úgy, mint ordítasz, mint a farkas. Tehát ez egy olyan világ, a szabadság világa, az őseink világa, a zászlónak a világa, és gondolja mindenki ez a pillanatkép, ez, amit most elsoroltam, amikor a nagy történelmi népek felett egy egyszerű emberként elégtételt tudok venni békében, barátságban, a múl sérelmeiért, egy Mongóliában, amikor győző, Törökországban ezzel lövő közül győzöl. Tehát ez a lendület, ez a hív, amivel most itt elmondtam, hirtelen felvázoltam ezt a világot, ez ott van a szívedben ezerszer. És persze, amikor magyarként megmutathatod Isztambulba ezzel lövő közül, ahol nem lehet győzni másnak, megmutatod évről évre a magyar zászlót a legmagasabb fokán a dobogónak, akkor, hogy maximalista vagyok-e? Azt nem tudom. De hogy életre halálra harcolok a zászlóért, az bármikor így lesz ez a világon. Mónus József maga készített fegyverekkel száll síkra a sikerért, de a győztes fegyver tisza világ életű, mert ha teljesíti a kitűzött feladatot, soha többet nem veszi senki a kezébe. Megadom neki a legyőzhetetlenség reményét, amikor ugye egy világversenyre 30-32 ilyet készítek. Abból 3 megy ki a versenyre, egy amivel lőni fogok, 2 pedig a tartaléki. A belövések során kipróbálom minden ilyet, amelyek a legjobban alkalmazkodik a nyilvesszőmhöz, azt az ilyet választom vezérinak, és onnantól kezdve soha többet nem lövök vele. Tehát lesz egy vezéri, a lövői és egy belövői. A lövői soha többet nem lő, az felkerül, hogyha győzött, van pedig 200 győzelmem van, és egyszer voltam második, egyszer pedig harmadik, de az én világomban, mivel nem vagyok sportíjász, tehát a sportíjász nem mondjuk egy pillanatképet, egy olimpián, mondjuk soha nem volt az olimpiai győzelem, az aranyérem nem volt a nyakában, második lesz is boldog. Az én világomban, a feleségem világában, a fiam és a Kiara, a fiam párja világában, a farkasok világában, a másik helyzet az ott maradt a harcmezőn vérbefagyva. Nekünk csak a győzelem számít, ezért nem vagyok sportoló. És most ezeket az íjakat, amikor megígérem neki, hogyha győzöl és harcolsz élete halálra, zászlunk becsülete, és legyőzöm mindenkit a világon,
akkor nem kell soha többet harcba szállnia. Megadom neki a legyőzhetetlenség reményét, és felkerül a legyőzhetetlenség falára, ahol több mint 300 ilyen van. Itt vannak a bácsilőiak, itt van az az ilyen, amivel átlőttem a Vereckei ágót, amivel átlőttem a Niagara vízesés, Grand Canyonba lőttem, Yellowstone-ba lőttem, átlőttem a Sydney operaház fölött. Tehát mind valahol a zászlónkért harcol, büszkeségből, becsületből, felemelt fejjel. Két éve a fejébe vette, hogy az Árpád-ház kihalásának évfordulója tiszteletére 1301 méterre repíti a nyílveszőt. A hivatalos bejelentett kísérlet még várt magára, de Mónus József azt mondja, kész a vállalt feladat teljesítésére.